Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. január 18-án, este fél nyolckor. A Zöldfa utcai után most a Csokonai bővül, újabb multifunkciós ovisportpálya épül. Többen halnak meg, mint ahányan születnek. A 2018-as adatok hasonlóak az előző évihez. 117 figyelmeztetés és 8 millió bírság. Véget ért a téli szezonális ellenőrzés. A Zöldfa utcai óvodát követően most a Csokonai úti intézményben is lehetőség nyílt egy multifunkciós sportpálya kialakítására. A 6x12 méteres hálóval borított műfőves pálya összesen 15 millió forintból valósul meg, 4,5 millió forint önerő mellett. Így vágták át a szalagot, majd vették használatba a gyerekek a műfűves pályát még a nyáron. A felvételek a Zöldfa utcai óvodában készültek, ott került kialakításra az első multifunkciós sportpálya, melyet azóta is nagy örömmel használnak. Most lehetőség nyílt, hogy egy ugyanilyen sportpályát alakítsanak ki a város másik óvodájában is, a Csokonai úti intézményben. Ugyanis sikeres elbírálást kapott a város erre irányuló pályázata. Van az úgynevezett OVI sportprogram, illetve az OVI Sport Alapítvány támogatási felhívására nyújtott be a Kalocsai Önkormányzat pályázatot még a tavalyi év végén, és a napokban kaptunk arról hírt, hogy a benyújtott pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítették. Ennek köszönhetően a Csokonai utcai tagovoda udvarán is lehetőség nyílik egy hasonló műfűves pályának a kiépítésére, szintén ugyanezekkel a paraméterekkel. Labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kézilabda és egyéb ügyességi feladatok, versenyek is lebonyolíthatóak a pályán. A fejlesztés 15 millió forintból valósul meg, melyhez önerő is szükséges. 6x12 méteres pályaméretről beszélhetünk, a hozzá kapcsolódó eszközökről, terelőbójákról, megkülönböztető mezekről, labdákról és szintén az óvodapedagógusoknak a külön felkészítésére is sor fog kerülni. Ez az önkormányzat részéről 4 millió forintos, közel 4 millió forintos önerő biztosítását igényli, és a beruházás teljes összköltsége az bruttó 15 millió forintot fog kitenni. A gyerekekkel foglalkozó pályát használó pedagógusok képzésben fognak részesülni. A tervek szerint a pálya még az idén átadásra kerülhet. Kalocsán a 2018-as évben a születési és halálozási számok tekintetében lényeges változás nem történt a 2017-es évi adatokhoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Magyarországon az élve születés és a halálozás szintén változatlan az előző évihez képest. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint hazánkban kevesebb a születés és a halálozás, így mérsékeltebb a természetes fogyás, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Az előzetes tájékoztatás alapján a 2018-as évben a születések száma 1,8, a halálozásoké 1,4%-kal kevesebb volt, mint 2017 azonos időszakában. Stábunk felkereste dr. Tóth Kovács Ádámot, városunk aljegyzőjét, Kalocsára vonatkozó tavalyi évi demográfiai adatok miatt. 2018 évben Kalocsán az anyakönyvi események tekintetében a korábbi évhez képest lényeges változás nem történt. A születések száma 288 fő volt, a házasságkötések száma némileg emelkedett, 109-en kötöttek házasságot, és a halálozások száma 676 fő volt. Városunkban az ezt megelőző évben a gyermekek világra jövetelének számában volt némi változás. 2017-ben 301 születés volt, ez az idei évi 2018-as éves születésekhez képest magasabb létszám volt. Az aljegyző felkeresésünkkor többek közt azt is elmondta, hogy ezek az anyakönyvi adatok nem kifejezetten a helyi lakosokra vonatkoznak. A születések és a halálozások tekintetében is ezek a kalocsai anyakönyvezett események, de ez azt jelenti, hogy a születések esetében is akár vidéki szülők gyermeke kalocsai kórházban született, akkor az Kalocsán kerül anyakönyvezésre, illetőleg a halottak esetében is nyilván más településekről, a Kalocsai Kórházban elhunyt esetében szintén a kalocsai anyakönyvezésbe kerül be. Mindent összevetve a rendelkezésre álló adatok alapján országos szinten kevesebb a születés és mérséklődik a halálozások száma.
A NÉBIH szakemberei a téli szezonális ellenőrzés során több szabálytalanságot tártak fel, többsége jellemzően enyhébb, írásos figyelmeztetést vont maga után. Országszerte összesen 3312 ellenőrzés, 117 figyelmeztetés, 14 tevékenység korlátozás, valamint 125 darab kiszabott bírság lett a téli szezonális mustra mérlege. Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, ami legutóbb december 1-e és 31-e között történt meg a három ünnepi időszakhoz, a Mikuláshoz, a Karácsonyhoz és a Szilveszterhez kapcsolódóan. Ezek voltak ugye a Mikuláshoz közeledő a különböző édességek, üreges csokoládé figurák, majd karácsony felé ezt kiegészítettük szaloncukrokkal, a különböző karácsonyi élelmiszerekkel, élőhal forgalmazás, halkészítmények, haltermékek forgalmazása, különböző húsok, húskészítmények előállítása, forgalmazása, és hát a szilveszterhez közeledve ezt kiegészítettük a különböző ebben az időszakban nagy mennyiségben fogyó alkoholos italok ellenőrzésével is. A hatósági ellenőrök 471 élelmiszer előállító helyen, 2079 élelmiszer forgalmazónál, valamint 762 vendéglátó helyen fordultak meg az országban. Az ellenőrzéseket próbáljuk a problémásabb területekre fókuszálni, és itt azt látjuk, hogy a különböző ideiglenes árusítóhelyeken, vásárokon, piacokon azért több olyan termék kerül forgalomba, ami kifogásolható minőség megőrzés időre járta miatt, esetleg jelölési és minőségi hibák miatt. Itt gondolunk főleg a karácsony előtti időszakban a szaloncukrok értékesítésére. Sok olyan tétel kerül forgalomban, amit tavaly nem sikerült eladni, és így most ideiként próbálják értékesíteni. Az átfogó ellenőrzés után elmondható, hogy összességében emelkedett a szankcionált esetek száma. Ennek fő oka, hogy a kevésbé súlyos szabálytalanságok miatt 117 darab írásos figyelmeztetés született. Ez érdekes, mert tavaly évben 64 ilyen szankciót hoztunk, ez az idei évben azt jelzi, hogy a kisebb jelentőségi hibák megszaporodtak, viszont bírságot kevesebb esetben kellett kiszabnunk. 125 esetben szabtunk ki különböző bírságokat, ezek több mint 8 millió forintot jelentettek. Tevékenység korlátozásra pedig 14 alkalommal volt szükség. Energiatárolás címmel tartott előadást Kerse Károly Budapesten. Az előadás előtt rövid ünnepség keretében emlékeztek meg Lévai András professzorra, aki 110 éves született. Az esten Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett. Az Energiapolitika 2000 társulat által szervezett rendezvényen tartott előadást Energiatárolás címmel Gerse Károly. Az előadás előtt rövid ünnepség keretében emlékeztek meg a 110 éve született Lévai András professzorról. Az esten résztvevő Süli János elmondta, Lévai András munkásságának szerepe jelentős a hazai energiaipar megteremtésében, aki Paksegy megépítésért felelt a kormány részéről. A tárca nélküli miniszter kiemelte továbbá azt is, Lévai tudását dicséri, hogy amikor Paksegy építkezése megállt, a professzor az időt kihasználva egy biztonságosabb második generációs atomerőművet rendelt az orosz féltől. Tulajdonképpen Paks azt köszönheti Lévai professzornak, hogy az uniós csatlakozásnál nem kellett bezárni ezt a négy blokkot. Mert ha be kellett volna nekünk is zárni, mint Kozlodújt, vagy Greifswaldot, akkor ugye az azt jelentette volna, hogy ma már a bővítésnek is az esélye más lenne, hisz akkor már egy atomra üzemeltető garnitúra szétszélett volna, vagy egy kultúra megszűnhetett volna. A miniszter megjegyezte. Sok példát lehet meríteni Lévai munkásságából, elkötelezettségéből. Gerse Károly előadását ismeretbővítés céljából tartotta az energiatárolás fajtáit, lehetőségeit ismertetve. Az új technológiáról a közvélemény, a fiatalok, a szakemberek keveset tudnak. Az iskolai oktatás során kevés információhoz jutnak a diákok, pedig az energiaellátás biztonságához adott esetben nagy szükség lehet az energiatárolók beépítésére, így szükséges az emberek tudását bővíteni. Az alapfogalmakat, a legfontosabb ismereteket, a tárolók beépítésének a következményeit célszerű minél szélesebb körben megismertetni. Megfelelő információk és tudás nélkül nehéz átlátni az energiatárolás adta lehetőségeket.
Ami a működést illeti, ami a előnyöket, esetleges hátrányokat, a fogyasztói pénztárcára kiható következményeket jelentheti, azzal nincsenek tisztában. Ahogy a megújuló energiaforrások felhasználásának forrása növekszik, úgy Európában is intenzív fejlődési szakasz fog bekövetkezni az energiatárolás terén. 2019-ben megnő a gyermekgondozási díj és a diplomás gyed összege, valamint megjelenik a gyermekek otthongondozási díja, azaz a gyod, közölte az év elején az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A január 1-i minimálbér növekedésével együtt megnő a gyermekgondozási díj is, aminek köszönhetően a gyed maximális összege 2019-ben eléri a bruttó 208.600 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104.300 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 136.500 forintra emelkedik. A diplomás gyedet az érintettek már a gyermek 2 éves koráig vehetik igénybe. A tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára megjelenik a gyod, melynek összege 100.000 forint, a gyermekek életkorától függetlenül folyósítható. Mindezek mellett a 2 gyermekes családok adókedvezménye januártól havi 40.000 forintra emelkedik. Az engedményt már azok a családok is igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyerek a várandóság 91. napjától. Mindemellett további változás, hogy ez év márciusától a központi közigazgatásban dolgozó friss házasok 5 nap, valamint a nagyszülők minden unoka születésénél 5-5 nap szabadságot kapnak. A gyerekek után járó pótszabadságok pedig a duplájára emelkednek. Ez szerint a központi közigazgatásban egy gyerek után 4, 2 gyerek után 8, 3 gyerek után pedig 14 nap pótszabadság jár éves szinten. A központi közigazgatásban dolgozó édesapáknak járó apaszabadság 5 nap helyett 8, ikergyerekek esetén 7 nap helyett 10 napra emelkedik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében kitért arra is, hogy a december 21-én lezárult családokról szóló nemzeti konzultációt több mint 1,3 millióan töltötték ki. A válaszok kiértékelését követően további támogatások várhatóak a gyermeket nevelő családoknak. Január 20-án kezdődik az ökumenikus imahét, a nyitó istentisztelet Budapesten lesz. Kalocsán is több felekezet csatlakozott a programsorozathoz. Az imák egységesek ebben a megosztott, szétszabdalt világban. Ennek jegyében zajlanak az istentiszteletek, misék, előadások az ökumenikus imahéten. Kalocsa is hosszú ideje részt vesz a programsorozatban. Hunyadi János református lelkész, amikor ide került Kalocsára, ő kezdeményezte, azóta van minden évben, ennek már gondolom egy 10 éve legalább. Lehetne látogatottabbak ezek az alkalmak, talán ez az időpont miatt is van, elég korán kezdődik 17 órakor, de mondhatom azt, hogy a hívek elmennek a másik templomba, a másik gyülekezetbe is, és egy jó alkalmakat töltünk ilyenkor együtt. Idén egészen távol fogalmazódott meg az imahét gondolata. Ennek a mottoja az indonéziai keresztények, ők határozták meg, ami következőképpen szól, az igazságra csak is az igazságra törekedj. Ha az igazságra gondolok, akkor úgy gondolom ebben Istennek az igazságát kell kiemelni, és hát ezekkel kell párosítani azok a fajta igazságokat, amit ma a világ hirdet. Nem könnyű erről beszélni, hogy az ember nehogy bántó legyen, de mégsem beszéljen mellé, hogy mit mond Isten igazsága, és ez mennyire tud az emberi igazságokkal érvényesülni. Ezt mindenképpen össze kell hasonlítani, és azt gondolom, Isten igazságát kell kiemelni, hogy az egy egyedüli igazság és egy olyan mérce, ami az embernek igazodnia kell. A katolikus, a református, az evangélikus és a pünkösdi egyház vesz részt Kalocsán a programsorozatban hétfőtől péntekig. Arról szól ez a hét, hogy adott helyen, adott keresztény közösségek együtt legyenek ezen a héten, és együtt töltsenek el egy istentiszteletet abban a céllal, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, és a célok, amelyeket Jézus megfogalmazott számunkra, azt egy közösen tudjuk megvalósítani. Január 21-én hétfőn a pünkösdi imaházban énekes dicsőítéssel kezdődik az ökumenikus imahét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, akarocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes hétvégét, viszontlátásra!